hogy annak két ülésterme van. Mi kimerjük mondani, hogy az egyik ülésterem hosszú évtizedek óta üresen áll. Mi kimerjük pártként mondani azt, hogy Magyarországnak új alkotmányra van szüksége. De ez az alkotmány, nem lehet olyan, mint amit a Fidesz alkotott. Nem lehet olyan, mint a Szájer-féle alaptörvény. És nem is lehet olyan, mint amit a globális disznófejű nagyurak akarnak, pontosabban hazai talpnyalóik, kiszolgálóik a balliberális oldal tervez. Magyarországon 1949 óta egészen biztosan alkotmányos válság van. Ezt az alkotmányos rendet, amitől megfosztották hazánkat és nemzetünket, ezt helyre kell állítani. De az alkotmány kizárólag a Szent Korona tanra, a történelmi alkotmányokra épül el. Ezért a Virradat program azt is kimondja, hogy újra tartalommal kell megtölteni az üresen hagyott üléstermet. A Mi Hazánk mozgalom parlamentbe jutásával és egy napon remélhetően kormányzásával abban a jelenleg üresen álló ülésteremben, amely tükörképe annak az ülésteremnek, ahol a pártok ülnek, alkotmányozó nemzetgyűlést kell tartani. Az alkotmányozó nemzetgyűlés az egyetlen valódi, jogszerű és történelmi lehetőség arra, hogy helyreállítsuk az alkotmányos rendet Magyarországon. És végül még egy nagyon fontos feladattal adós a magyar politika. Mi ezt is vállaljuk. Vállaljuk azt, hogy elhozzuk az igazságot Magyarországnak. Elhozzuk az igazságot Trianonnal kapcsolatban, mert ez erkölcsi kötelességünk. Akár azzal, hogy most felállítjuk az első köztéri emlékművet, amely azokra a magyar hősökre fog emlékeztetni minden magyart, akik mögé soha nem állt be egyik magyar kormány sem. Még akkor sem, amikor ők fegyverrel harcoltak azért, hogy Sopron és számos nyugati település visszakerülhessen Magyarországhoz. Akik végrehajtották az egyetlen olyan sikeres trianoni revíziót, amelyet a minket legyőző nagyhatalmak is kénytelenek voltak elismerni. És nem csak az emlékezett politika terén kell igazságot tennünk, hanem igazságot kell hoznunk a kifosztott, eltiport, megalázott, de még mindig emelt fővel, büszkén a Kárpát-medencében élő magyar testvéreink számára is. És ezt nem csak azzal jelképezzük, hogy államfő jelöltünk maga is felvidéki, hanem azzal is, hogyha kell, akkor több mint 100 évvel a trianoni békeszerződés aláírása után mi az ENSZ-hez fordulunk, mert a trianoni békeszerződés világosan leírta, hogy vitás kérdésekben az ENSZ jogelődje az illetékes időkorlát nélkül. Márpedig vitás kérdéseink itt a Kárpát-medencében a mai napig nagyon-nagyon-nagyon sok van. De nem csak ezen a téren hoz igazságot a Virradat program. Mi azt követeljük, hogy tegyük végre világossá. Kik voltak itt az elmúlt évtizedekben hazaárulók, a politikai elit, pártok, tag részéről? Kik voltak azok, akik korábban együttműködtek a kommunista diktatúrával? Kik voltak ügynökök? Hozzák nyilvánosságra az összes ügynökaktát. Ebben is igazságot követel a Mi Hazánk mozgalom Virradat programja. De nem csak a politikai feltárás, az igazság kutatása
egy fontos feladat a Virada program részéről, de igazságot kell tennünk, és fel kell tárnunk azt is, hogy mi a koronavírus, mivel állunk szemben, hogyan lehet védekezni ez ellen a leginkább politikai és gazdasági és kevésbé orvostudományi kérdés ellen, de a feltárást egyszerre kell megtenni orvostudományi értelemben, gazdasági és politikai értelemben. És a Mi Hazánk mozgalom ebben is egyedülálló. Mi e tekintetben sem vártuk meg a választásokat. Már megtettük azt, amit valójában egy kormánynak lenne a feladata, és létrehoztuk a koronavírus kutatóközpontot, ahová sorban csatlakoznak Magyarország legjobb orvosai, szakemberei, kutatói. És hiszek abban, hogy a választások után még bátrabbak lesznek. Mert kezdeményezni fogjuk azt is, hogy az igazság kimondása, a rendteremtés, az történjék meg, akár a kamarák, jelesül a Magyar Orvosi Kamara esetében is, amelyet egy politikus irányít jelenleg is. És ha ez megtörténik, akkor könnyebb lesz feltárni az igazságot koronavírussal kapcsolatban, az oltásokkal kapcsolatban, hogy miért haltak meg ennyien az elmúlt esztendőben Magyarországon, és hogy mi a kivezető út ebből a jelenlegi helyzetből. Nekünk megvannak az orvostudományi, a gazdasági és a politikai szakembereink is ahhoz, hogy Magyarországot felvirágoztassuk. És valóban ezekben a történelmi időkben én azt kérem, nem is elsősorban tőletek, hanem a több tízezer magyar honfitársamtól, aki most a világhálón keresztül néz minket, hogy mérlegeljék. Lehet-e olyan politikai erő kezében hagyni a hatalmat Magyarországon ilyen történelmi időkben, amelynek nincs programja? És mérlegeljék, hogy lehet-e olyan politikai erő kezébe adni a hatalmat, akinek nincs programja, és még mindig vitatkozik róla, hogy mit is akar. Ahol fontosabb a mandátum kiosztás, mint a program egy ilyen, a magyarság számára akár végzetes helyzetet is teremtő történelmi időkben. Mérlegelje az a sok tízezer ember, aki most megnézi, vagy később meghallgatja majd ezt a beszédet, hogy nem kellene egy olyan új politikai erő kezébe adni az irányítást, a kormányzást, mert mi hatalmat nem kérünk. Mi felhatalmazást kérünk a magyar néptől, ahhoz, hogy a Virradat programot, ami 100 oldalas programunkat, amelyet valójában a magyar nép írt, végrehajthassuk. Mert mi tudjuk, hogy hogyan lehet Magyarországot felvirágoztatni. És ezekben a történelmi időkben nagyon gyors, radikális cselekvésre van szükség. Ha mi megkapjuk a felhatalmazást, a parlamentbe kerülve egy csodát hajt végre az a közösség, a ti közösségetek, aki ezt a mozgalmat elindította 2018-ban. És mi tudjuk, hogy mivel kezdjük majd a rendteremtést. Mi tudjuk, hogy az első, a kötelező oltás azonnali leállítása, zsarolással, kényszerítéssel és mindennel együtt. Mi tudjuk, hogy szembe kell szállnunk a világ disznófejű nagyuraival. Nem csak a koronavírus terén, nem csak az oltások terén, nem csak a gazdasági elképzeléseik, nem csak az elnyomás területén, hanem minden területen. És mi bizonyítottuk már eddig is, hogy még csak nem is kell ehhez a parlamentben lennünk. Hiszen pert indítottunk a Facebook ellen, és lehet, hogy Magyarországon elsőként akár megállítjuk Mark Zuckerberget, aki már nem közösségi hálót akar, hanem új virtuális valóságot, sőt, metaverzumot, metauniverzumot akar. Mi lehet, hogy parlamenten kívüli pártként is meg tudjuk már állítani. Képzeljétek el,
hogy mire lenne képes a Mi Hazánk mozgalom, ha a magyar nép mögénk állna. Milyen gyorsan, milyen határozottan, bátran, de kitartóan tudnánk Magyarországot azonnal, szinte azonnal fejlődő pályára állítani. Eljött tehát az ideje annak, hogy végre elfoglaljuk a világ legszebb parlamentjét, az országházat. Elfoglaljuk, hogy kiszorítsuk onnan a hazaáruló, a gyáva, a megalkuvó, az elveit, az ideológiáit 30 ezüst pénzért eladó kufárokat a parlamentből. Eljött az ideje annak, hogy a magyar néppel együtt ezt a programot, amelyet valójában a magyar nép írt, győzelemre vigyük. Eljött az ideje annak, hogy ezt a programot most már ne csak parlamenten kívüli, állami támogatással, nem rendelkező oligarchákkal, milliárdosokkal, nem rendelkező politikai mozgalomként valósítsuk meg, hanem a parlamentből, akár a magyar nép felhatalmazásával egy napon kormányzó erőként vigyük győzelemre. Eljött az ideje annak, hogy együtt, közös erővel csodát tegyünk.